Szavaztok, szép jó napot! A mai nap is nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit. Egy igazán finom, a téli hangulatot idéző ragúleves készítünk el. Ez nem más, mint a favágó leves. Aki ismeri, az tudja, mennyire finom. Aki nem ismeri, annak nagy-nagy szeretettel meg fogjuk most mutatni. Lényegében ez egy jó, másfél óra alatt összerakható leves, ha lapockából, ha combból csináljátok éppen. Nagyjából stimmel ez az idő, két napra főzhető, tehát másnapra is el tudjátok tenni. Igazán gazdag felszereltségű, és én azt mondom tényleg, hogy ízeibe is nagyon ott van. Alapanyag szinten mutatjuk is nektek, nézzük a baloldali szektort. Most igazából akkor kezdjünk a leges legvégén, ugye ott egy nagyon pici habarásnak láthatjátok a tejföld lisztet. Mögötte találhatunk egy nagyon kevés házi zöldségkeveréket. Én ezzel fogom még fölpumpálni ezt a levest, akinek nincs ilyen otthon esetleg, és van egy kis vegetálja, delikátja, nyugodtan tehet bele. Vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, gyökér, azaz fehérrépa, nagyon szép barna csipelkénk van. Én ezt a levest főleg barna csipelkével szoktam elkészíteni. Ha valakinek nincsen, mehet egy kis rókagomba bele, egy kis fehér csipelke, ami szimpatikus neki, tehát bármilyen gomba elfér benne. Ezt majd két fajtára fogom vágni, cikkezem, szeletelem, de ezt majd megmutatjuk. Láthattok egy kevés petrezselymet, paradicsompürét, nagyon kellemes kolozsvári szalonna, és ugye itt a kolozsváriból, meg a húsból sem fogom a teljes mennyiséget felhasználni, de természetesen ki fogok mindent írni. Egy kevés liszt, egy egész tojás, csipetkét fogok gyártani belőle, és nem a szokványos módon, egy kis húzott csipetkét fogok ebbe a levesbe beletenni, de hát ezt is meg fogom mutatni. Egy kevés zsíradék, sertészsírral dolgozok. Itt ugye ennek megint az a jelentősége, hogy ki tudjam sütni normálisan a kolozsvári szalonnát, hiszen ebből a szalonnából annyi zsírtartalom nem jön ki, hogy jó kellemesen oda tudjuk pirítani a szája szélét. Na, fekete egészbors, ezt fogom rátörni, só, ugye egy kevés tárkony, piros paprika, ennyi a fűszer főhasználás, a többiről a sok kellemes zöldségnek az íze fog gondoskodni. Azonnal nekiállunk, pucolunk, vágunk és elkezdjük az ételt. Első lépésként összevágtuk a kolozsvári szalonnát, láthatjátok, egy kicsivel testesebbre vágtam, tehát mutatom nektek, és ennél a levesnél jellemzőbb is, mutatom a húst is nektek egy másodpercre, tehát inkább ilyen 3 centisek ezek már, nem szalonlevest főzünk, tehát nem egy csészébe fogunk tálalni, hanem egy kicsivel testesebb lesz minden, úgy a hús, úgy a szalonna és a zöldségek is. Na hát első körben elkezdjük lepirítani a kolozsvári szalonnánkat, ez körülbelül egy olyan jó másfél-két perc, utána rá fogom zúdítani a húst, ugye nagyon szép kéget fogunk sütni rá, és csak utána jön majd a hagyma, fokhagyma. Egyébként pár szóba nem akarlak untatni benneteket, nézzétek meg, itt már a kis pörzsanyagunk képződik, egy nagyon picit lejjebb is veszem, de nagyon sok ünnepi receptünk van fönn, főleg ugye desszertéren, apró sütemények terén, amit érdemes, hogy megnézzetek esetleg, ha akartok készülni már így az elősütésekre. Ugye fönn van amerikai csokis keksz, fantasztikus, van fenn konyakos, meggyes és barackos rétes, azt is el szoktam készíteni ünnepek alkalmával, csokis croissant, akkor van nagyon finom kókusztekercsünk, kókuszkocka, kókuszgolyófön, hogyha valakit érdekelne, akkor mik vannak még alikám? Ja, van ünnepi kalácsunk fönn, az is fantasztikus, meg tudjátok nézni, sok-sok finom szárított gyümölcsel. Na, mik vannak még fönn alikán? Hagy gondolkodjunk. Van fönn beigli, gesztenyés, diós, mákos beigli, fönn van a moszkvajer, a zserbó, a linzer, a somlói galuska, jedzőné, patikusné receptje, és nem utolsó sorban szultáncsókja. Tehát rengeteg apró süteménnyel tudtok készülni, mint elősütés. Ez csak ilyen apróság, képpen mondtam el. Na, gyönyörű szép a záró. Ezek az illatokat, ha most éreznétek, de hát gondolom, aki sütött már kolozsvárit le, az tudja, miről beszélünk. Na, nem is pirítom tovább, nekünk ennyi pont elég. Egyszerűen rá fogom zúdítani a húst.
gyönyörű szép az áru, és tovább fogom pirítani vele. Itt körülbelül eltelik egy jó 10 perc, negyed óra. Miközben pirul a hús, mint hallhatjátok, egyszerűen meg fogom vágni vörös hagyma, fokhagyma. Ugye hagymavágás már mindenki látott, nem egy nagy attrakció. Természetesen akinek nem megy gyorsan, itt nem ez a lényeg a gyorsaság, csak hogy megmutatván nagyjából ilyen finomságúra szoktam összevágni. Miután megvagyunk a vörös hagymával, jöhet a fokhagyma, ugye a legegyszerűbb módja, lefektetitek a deszkára, a késnek a lapjával, egyszer recsentetek egyet rajta, és ismételten ilyen finomra összevágjuk. Itt lényegében csak a zöldségeket, a húst, a gombát természetesen fogjuk nagyobbra összevágni, a többi mind apró, pontosabban itt csak a vörös hagyma, fokhagyma és a petrezselyemről van szó. Mehetünk tovább a zöldségszinten, sárgarépa, fehérrépa, ugye ezt nem vágjuk ketté, nem negyedeljük, hanem egyszerűen ebbe az ételbe, most simán karikába fogom belehelyezni. Rámehetünk a petrezselyemre is, ugye jelen esetben egy kis francia díszítő petrezselyemmel dolgozunk, összevágva ugyanazt a kellemes ízhatást éljük el. Egyszerűen megfogom, egy kicsit összegyömöszölöm a kezembe, természetesen meg van mosva, és egyszerűen finomra, hát inkább azt mondom nektek gorombára össze fogom vágni. Láthatjátok, hallhatjátok, nagyon szépen lepirítottuk a húst is, körbepirítottuk, semmiféle folyadék nincsen rajta, egyszerűen most ráteszem fokhagyma, vöröshagyma, és így tovább fogom pirítani körülbelül még egy 6-8 percet. Ugye a hagyma is ki fog engedni egy kicsit magából, tehát se vizet, egyelőre se sót nem teszek rá. Meg is vagyunk a tovább pirítással, egyszerűen megfogjuk, és ezt a kis kanálnyi paradicsom pürét hozzá fogom adni, át fogom keverni vele. Nagyon kellemes és nagyon jó illatok vannak. És épp egy picurka piros paprikával tetőzve átforgatom, utána föl fogom önteni, és lényegében jöhet a továbbiak bemutatása. Ugye még elmegyünk gombászni is, az nagyon fontos dolog. Megmutatom nektek, hogy vágom föl a gombát. Kétféle módozatban fogunk vele dolgozni. Tökéletes, nem ég oda, mert jövünk a vizenyővel. Egyelőre csak ennyit teszünk rá, tehát nem hozzuk előre a leves formációt. Jöhet egy nagyon pici tárkony, ízlés szerint, mi nagyon szeretjük. Jöhet egy kevés só. Ugye mindenképp mondom, hogy előízesítés, és a végén meg kell kóstolni. Úgy éritek el majd a kellemes végeredményt. Jöhet egy kis fekete bors, amit rátörünk, ízlés szerint ismét. Tökéletes. És jöhet ebből a zöldségkeverékünkből egy kicsi, belenyúlok. Ugye ez egy szárított zöldségkeverék, és egy ilyen jó egymarékkal beletettem. Na, megfogom a fedőt, összekeverjük, és lényegében elkezdjük puhára fölfőzni ezt az alapot, és természetesen megyünk a gombához. Kitérünk a gombára is egy másodpercre, ha van kedvetek, hallgassátok meg, vagy akinek nincs, az tovább tekerhet. Na, mert ugye mondja valaki, hogy beszélek én erről, arról, meg hát jó gyerekek, alapanyag, beszélni kell róla, jó, ha tudjátok, én úgy gondolom. De nyilván ott a tekerőgomb, hagy szóljon, mehet tovább. Na, barna csipelkével dolgozunk. Ugye a barna csipelkéről, úgy, mint a fehér csipelkéről, sok gombafajtáról tudni kell. Hát itt jelen esetben 85-90%-os víztartalommal rendelkezünk gombaszinten. Ugye gombát ne áztassátok semmiképpen, folyóvíz alatt szépen mossátok meg, pörgessétek át. Ugye egyszerűen úgy megszívja magát a gomba, hogy killódás a további munkafolyamat vele. Ez csak egy kis ötlet. Láthatjátok, tönkje, kalapja, a tönkjénél annyit teszek a végén, egy pici késsel épp a végét leszoktam vágni, nem szoktam megpucolni,
főleg a friss gombát, tehát egyszerűen nem is kell megpucolni, gyönyörű, szép, friss, kemény a gomba, nem kell vele foglalkozni. Kiveszünk egy kisebbet, kiveszünk egy nagyobbat, ugye a nagyobb gombákat majd föl fogom szeletelni, mutatom is, hogy hogyan. Egyszerűen megfogtok egy gombát, és szépen ilyen szeletekre le fogjátok vágni. A kisebb fajta gombákat egyszerűen el fogom így négyfele vágni, és így kerülnek a leveshez, ugye így is gazdagítva majd a kinézetét a levesnek, ugye kétféle gomba van benne, egyébként, hogyha gondoljátok, sima fehér csiperkével is tudtok dolgozni, annál színesebb lesz az egész. Folytatjuk is a gombászás további folyamatát, ugye láttátok, megmostuk, gyorsan átöblítettük, felszeleteltük kétféle módozatba, fogtam egy serpenyőt, és egy diónyi zsírt belehelyeztem, fölforrósítottuk. Nagyon fontos, hogy forró legyen. Egyszerűen ráhelyezzük a gombákat, és itt át fogom teljesen futtatni. Lényegében konyhakészre fogom tenni a gombát, a végén ide ráhelyezem a petrezselymet, és ez együtt megy majd a levesbe. Hogy miért teszem ezt? Sokkal kellemesebb, és esztétikailag is sokkal jobban néz ki, amikor a gomba egy kicsit körbe van pirítva. Ugye láthatjátok majd, mivel mondtam nektek, a víztartalom nagyon magas, 90%, egy pici víz ki fog jönni, természetesen sózni ó ne, tehát ne sózzátok egyelőre, egyszerűen megvárjátok, egy pici víz kijön, azt lefőzitek róla, és tovább pirítjátok, és majd meglátjátok, hogy milyen gyönyörűséges lesz a gomba. Hát ez a folyamat körülbelül egy olyan jó 15-20 perc. Pirul a gomba, fő a leves alapunk, ugye, de még mindig nem tudunk unatkozni, hiszen itt van a jóságos jó csipetke, liszt, egy tojás, kevés só, egyszerűen megfogom tiszta kézzel, és elkezdem összedolgozni. Ugye ez egy nagyon kellemes kis egyveleget fogtok kapni, egy nagyon kis kellemes puha masszát, abból fogunk kicsípkedni a levesbe. El is készültünk a csipetke tésztájával, egyszerűen egy kis gombócot kaptunk, megfogom, ide helyezek egy tányért, és ugye mondtam nektek, jellemzően favágó leves, egy picivel nagyobb kis csipetkéket fogok készíteni, egy kicsit így elhúzom a kezemmel, tehát ilyen formába kerülnek ebbe a levesbe bele. Természetesen, ha gulyás készítenék, vagy bármiféle más leves, akkor nem ilyen nagy csipetkék mennének bele, akkor mutatom nektek, csak ez a standard, hagyományos pici csipetke menne a levesbe. De mivel favágózunk, emberes levest főzünk, úgy mint a zöldségek, úgy mint a hús benne, ez is egy kicsivel nagyobb lesz, sokkal jobban fog mutatni az ételbe. Hát ezt így most sorba vesszük, ez körülbelül egy 10 perc, negyed óra, egy pici lisztet tettem bele, ugye, hogy ne ragadjanak össze, néha megkeverem őket, és így fogjuk belefőzni a levesbe. Csípkedést egy nagyon picit abba hagyván, látjátok, gyönyörű szépen lepirult a gomba, egy nagyon pici kérget kapott, színt kapott, most megfogom, adok neki egy nagyon pici sós közeget, éppen két csipettel, ráteszem a finomra vágott zöld aranyat, petruskát, egyszerűen át fogom forgatni, és már odébb is húzom, későbbi felhasználásig. Így ebben kész is vagyunk, lényegében teljesen konyhakész, tehát így fog hozzámenni a leveshez. Mehetünk is tovább, előbb megkóstoltunk egy darab húst, és már majdnem, hogy puha, de azért van neki még egy jó negyed óra, 20 perc, bele fogom tenni a zöldségeket, sárgarépa, gyökér, szépen megkeverjük, egy nagyon pici vizet fogok még hozzáadni most, és ugye mivel láttátok, a csipetkénk is egy kicsivel nagyobb a kelleténél, én ezt most hozzá fogom tenni. Nézzétek meg, gyönyörű szépek lettek, egy nagyon pici lisztet mindig kell hozzátenni azért, hogy nehogy összeragadjanak, egyszerűen megfogom, beleszórom, és ugye itt a zöldséggel és a hússal egy időbe fog megfőni. Na hát sok minden nincsen hátra, a habajást kell, hogy elkészítsük, egy nagyon laza habajást csinálunk, és a gomba jön még hozzá, látjátok, jó erős testes leves, én ezt még idáig nyakig föl fogom húzni vízzel, ugye ki fogjuk forralni, és így főzzük készre majd a leves,
Természetesen a gomba még, mint említettem, jön hozzá. Na, most csavarok egy fokozatot, egy 6-os fokozat, elkezdjük fölfőzni, és jövünk vissza. Elkészítjük a habarást, mint láthatjátok, ebbe a kis keverőtálba belehelyeztem 2 csapott evőkanál lisztet. Inkább kevesebb legyen a liszt, mint több, hiszen láttátok, egész sűrű a tartalom, favágó levest főzünk. Ugye ilyenkor nem szabad besűríteni, éppen azt az áttetsző állagot fogjuk elvenni. Na, 2 csapott evőkanál liszt, egy jó 2 evőkanál tejföl, 20%-os, nagyon kellemes, és hozzá fogok önteni körülbelül egy olyan 6-7 centiliter vizet, és ezzel szépen, egyenletesen, csomómentesen ki fogom keverni. Ugye itt a levesnél, majd amikor összetesszük, pontosabban egymáshoz tesszük, akkor egy kis hőkiegyenlítéssel oldjuk meg, hogy ne csapódjon ki, ne legyen ilyen darabos a tejföl majd a levesbe. Szinte teljesen megpuhult a zöldség, a hús és a csipetke, nézzétek meg, fantasztikusan néz ki a műsor, nagyon-nagyon kellemes illatok, egy jó kis tartalmas levesről beszélünk. Ebbe a pozícióba megfogom, hozzáteszem már a konyhakész gombát a petrezselyemmel. Ugye itt a petrezselyemet is azért adtuk a gombához, ez olyan, mintha a végén a leveshez adtam volna. Tökéletes, megfogom, na most fogom fölhúzni annyira, hogy éppen még a habarás beleférjen, tehát ennyi helyet hagyunk, egyszer át fogom rottyantani a levest, jön a habarás, még egy rottyantás, és kezit csókolom viszont nézésre, így fog kinézni a mi finom favágó levesünk. El is készült lassan a levesünk, nincs más hátra, mint a habarást bele kell tennünk. Egyébként nézzétek meg, csak így bele nyúlunk ebben a jó kis merőkanállal, nézzétek meg a tartalmat, gyönyörű szép nagy húsok, gyönyörű szép nagy csipetke, a kolozsvári szalonna egybe van nagy darabokba, a gomba is, tehát fantasztikus állagot értünk el. Na most kiszedünk egy nagyon pici forró levet, itt nem számít, hogy egy kis gomba, csipetke jön vele együtt, hiszen úgyis megy vissza az egész. Egy pici forró tartalom, összedolgozzuk, és már önthetjük is hozzá a leveshez, egyetlen egy átforralás bocsássatok meg, és készen is vagyunk ezzel a fantasztikus levessel, ami egyébként nekem a nagyon nagy kedvencem, tehát tényleg nagy szeretettel ajánlom bárkinek, aki egy ilyen jó kis testes, ütős, és tényleg nagyon gazdag levesre kíváncsi. Nézzétek meg, nem sűrítettük agyon, tehát leves tartalma maradt, de mégis elvettük azt az áttetsző kis formáját. Azonnal jövünk vissza, és kitálalunk egy bitang nagy adagot belőle. El is készültünk, és ki is tálaltunk, és nagyon gyorsan megmutatjuk nektek is, hogy milyen lett ez a jófajta kis leves. És tényleg mondom nektek, téli időszak, nagyon kellemes, tartalmas, nem is pulzálom tovább ezt a leves, megmutatjuk nektek, jó? Nézzétek meg, a belső tartalom gyönyörű szép, tele van ugye hússal, zöldséggel, ott a fantasztikus kolozsvári szalonna, nem utolsó sorban nézzétek meg, rengeteg csipetke, nagy csipetke van az aljába, ugye ez ilyenkor leül, természetesen föl kell, hogy keverjük, gomba, egy kicsit tárkony, tejföl, csodálatos leves. Kitálaltam egy adaggal, most nem a megszokott tányérba tettem, nem a megszokott tálalótányér, hiszen itt is jellemezve favágó leves, nagy adag, amikor a favágó hazaérkezik, ugye ott aztán van fizika, kell az 5-6 ezer kalória, akkor egy ilyen nagy adaggal kimer, és viszont nézésre egy nagyon jó teszik belőle. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, én azt mondom, készítsétek el mindenképp, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Nekem tényleg mondom a egyik kedvenc levesem, egyébként nagyon sok ragú leves a kedvencem, szeretem az ilyen tartalmas hús, zöldség, pompás kis nokedli vagy nagy csipetke, ez már rátok van bízva. Na, még egyszer, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, remélem ezzel a finom levessel is hozzá tudtunk járulni, hogy még egy finomságot föl tudjatok tenni az asztalra, akár ünnepi alkalomból, akár a hétköznapokba. Szevasztok, hamarosan találkozunk!